Szekszárd és Dombóvár után Dunaföldvárra érkezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének rendezvénye. A fórum sorozatot azért szervezték, hogy a gazdálkodók megfelelő információt kaphassanak a lehívható uniós forrásokról, pályázati támogatásokról. Úgy gondolom, hogy célba ért az információ, a gazdálkodók megértették a lényegét az üzenetnek, amit át szerettünk volna adni, mert ugye egyre nagyobb részét a támogatásokhoz való hozzájutásnak az Európai Unió a különböző környezetvédelmi és fenntarthatósági kritériumok betartásához köti. Tehát rendkívül fontos az, hogy a gazdálkodók ezekkel a kritériumokkal tisztában legyenek. Font Sándor, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke a fórumon elmondta, a mostani ciklusban a korábbinál jóval magasabb összegre pályázhatnak a gazdálkodók. Gyakorlatilag az előző 7 éves ciklus az Unióban, 7 éves pénzügyi ciklusok vannak a 13-20-as ciklusban, 1400 milliárd forint állt a gazdálkodók rendelkezésére. Most ebben a 20-27-es ciklusban 4200 milliárd forint, több mint háromszorosa áll rendelkezésre a gazdálkodóknak. Soha ennyi pénzzel még nem gazdálkodhattunk. A rendezvényen részt vett Süli János, a térség országgyűlési képviselője szerint a fórumon ismertetett pályázatok komoly lehetőséget biztosítanak a gazdálkodóknak. Fontos, hogy olyan tájékoztatókat kapjanak, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak. Egy korszakváltás van, azok a kollégák, akik a rendszerváltáskor földhöz tudtak jutni, azok lassan betöltik a 70-80 évüket, jönnek a fiatalok, fiataloknak pedig tudni kell, hogy miben érdemes belevágni. Borászatok, kertészetek és állattenyésztő üzemek is a pályázati célcsoportban szerepelnek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát egyénileg is felkereshetik az érdeklődők, gazdaságspecifikus tájékoztatás is kérhető, akár a falugazdászoktól, akár az igazgatóságokon.